Az a fasiszta, aki mondja. Trump nem Swifty. Szentkirály Alexander nem bölcs. Felálltak a dagadékok és kimentek a gátra. Jó, van ez így. Szevasz! Boldog napszakot, majdnem azt mondtam, hogy új hetet. De ki tudja, mikor nézed ezt, már rosszul érzem magam, hogy ezt mondom, hogy Szentkirály Alexander nem bölcs, csak ez a cselekedete nem volt bölcs. Majd kitérünk erre, ezt nem tudhatjuk, hogy ő valójában bölcse. Sporthíreink, Ádám, képzeld, lefutottam a félmaratont a hétvégén. Megerőltető volt, azt hiszem. Most elfáradtam? Elfáradtam. Hát sajnálom. Ugye ez tényleg meglepően, elég hulla voltam utána szombat este, úgyhogy nem emlékeztem. Láttam, megjöttek, de emlékszem, amikor régen futottuk ezeket, és most nem szabad abba hagyni, és el kell menni a maratonig. Ez miért? Szerintem messze van. Fönn tudnám tartani azt, hogy a fél maratont el tudjam futni, az szerintem az már most egy jó, de jó amúgy dolog innen, lenne. Innen azért könnyebb eljutni, mint nulláról, szóval a nagy része megvan az útnak. Azt mondta nekem, hogy én tapasztalt futok, hogy aki le tudja futni a félmaratont, az a pisztoly tartalának a fejéhez lefutná rendeset is, de... Ezt nem én mondtam. Nem a tapasztalt futó. Én is szoktam ezt mondani, de... Ilyen ultrafutók mondták. Amúgy a Garmin patakparton voltam, ami nagyon családias volt ahhoz képest, ami melyiken futottunk, a Vízeren futottunk talán? Egy maratonváltó. Nem tudom, mi volt régen mindig. Volt a Vizár, meg Spár, ez a kettő valami. Hát meg a Telekom volt, azt hiszem, a Vivi Cheat a tavasszal, ja, hogyha minden igaz. Vagy ősszel. Meg volt Night Run is, nem? Igen, de ott, hogyha jól emlékszem, akkor... Én csak forgattam? Elvált. Nem, lefutottuk azt is együtt, csak én ott a végén már csak besétáltam. Igen. Az volt, amire úgy készültem, hogy lefutottam előtte 5 kilométer. Jó, hát ez is valami. Majdnem sikerült. Hát, hogyha ezt akkor le tudtad futni a félmaratont, akkor most fel tudsz készülni egy év alatt mondjuk egy maratonra. Ja, biztosan fel tudnék, de nem érdekel most még annyira. Miért? Egy csomóan így rajta van, és csak életükben egyszer le akarnak futni egy maratont. Nyilván, aki egyáltalán nem szeret futni, annak nincs a listáján, de amúgy az egy menő dolog, hogy erre így összpontosítani. Ott azért edzeni kell. Az már egy kihívás, és azt szerintem egy jó kihívás. Amiről még nem hallottam, azt mondta egy közös ismerésünk, Ádám, hogy lefutja a villamosfutást. Az összes budapesti villamos vonalon végigfut, de nem egyszerre. Nem tudom, ez valami kihívás. De nem magán a villamoson, csak hogy azokat a távokat, ugye mellette, mit tudom. Hát, jó. Sok sikert Kőbányán. Viszont tényleg amúgy ott kérdezték, hogy hol vagy te, és akkor mondtam, hogy ja, hát nem, ez nem olyan futós, és aztán rájöttem, hogy a fasz nem. Ja. Volt egy év, amikor 500 kilométert lefutottál. Amikor igen, olyan helyen laktam, ami alatt van futó, meg akkor még nem volt három gyerek meg. Szóval én most egy kicsit máshogy osztom be az időmet. Volt, aki gyerekkel futottál, nem csak ennyit mondom. Hát ez igen, tudom. Meg vannak, akik ilyen babakocsit az volna. Volt, igen. És ott szólt belőle a mese. Tehát kicsit más, hogy alakult az élet amúgy, de majd egyszer visszatérek. És rögtön egy maraton. 10 kilométer után elhasalok, azt ott maradom. Igen. Igen, legalább egyszer menj kikocogni előtte. Nem, mert ez jó dolog, majd felkészülök egyszer erre. Lesz még idő, nem? Amikor... mindig azt hiszi az ember, hogy felnőtt korábban, hogy most ez nagyon sűrű, de majd kevésbé lesz sűrű, majd ekkor meg akkor, és minden év egyre sűrű. Nincs arra van időd, amire szakítasz időt. Hát ez sajnos ez már többször megcáfolódott. Hát arra van időd, amire szakítasz, csak lehet, hogy a kötelességeid ezt másképp. Szóval vannak, akik így élnek, hogy hiába van munkájuk, meg gyerekeik, azt csinálják, amit akarnak, csak nem biztos, hogy ez morálisan a megfelelő döntés. Ismerek ilyeneket. Te ezt a döntést hoznál. Hát igen, meg akkor elválasz A, meg B-t, aztán csinálod a C-t, mondjuk ülsz a gép előtt egész nap, és játszol, az lehet, hogy nem a legbölcsebb. Hát persze, kinek ne lenne jó. Hát miért? Szerinted én most nem szívesebben csinálom, bejövök, és akkor egész nap PS-ezek valamit? Azt mégis itt ülök, és pofázok veled. Ja, mert rosszul választottad, Nessai-nak kellett volna. Tényleg, miért nem streamer lettem, de akkor meg szórakoztatni kéne. Meg a játékokban kifejezetten béna vagyok, szóval nem könnyű ez. Én a futáshoz még annyit akartam elmondani, hogy most még időbe vagytok, hogyha el akartok kezdeni futni, hogyha... Most nekiálltok, akkor tavasszal a félmaraton még nulláról föl lehet oda hozni magatokat, viszont... De jó lesz a tavaszt elkezdeni egy félmaraton. És amúgy is amúgy most kell elkezdeni a summer buddy-n dolgozni, nem ezért tavasszal. Pontosan. Étkezésre figyelni, meg a sportra. Hát amúgy tavasszal is, az mindegy, akkor is könnyebb, de most még
Tehát január első lesz most, a legnehezebb. Most elkezd felszedni annyit, amit majd tavasszal le tud dolgozni, akkor az a nincs előrém. Igen, most a tömegedés időszaka van. Ja, csak hogy arra figyeljetek, mert ezt a tüdőgondozóban mondta nekem a tüdőgondozós tüdőorvos, hogy aki amúgy sportos volt, hogy ő amikor télen ilyen semmi felkészültség nélkül elkezdett futni, pedig szokott futni amúgy annó, csak hogy egész nyáron nem futott, és télen ment ki először, akkor ő kb. Összeomlott a tüdeje, úgyhogy ő saját tapasztalatból mondta nekem, hogy ezt így nem érdemes, úgyhogy most még érdemes elkezdenetek futni, és akkor már így télen nem fog összeomlani a tüdőt. Azt mondanám, hogy a szakmája által azért lehet, hogy sejthetett volna, nem? Igen, de azt gondolta, hogy hát eléggé felkészült, tehát most nem fog ettől összeomlani a tüdeje. Amúgy télen jobb futni, meg ősszel, én szerettem mindig ezt a sötétben. Csak ne a hidegbe kezdjetek. Ha mondjuk nem a nem tudom, hol kell Népligetben futnod, nyilván van, ahol nem szívesen futnék. Vannak helyek, ahol hangulatos futni. Az Elon Musk úgy látszik, hogy épp elgurul a gyógyszer, az már heti rovat lesz. Éppen Brazíliában volt, ahol arról tárgyaltak, hogy hogyan nem lesz majd blokkolva a Twitter, és akkor kapta azt az üzenetet, hogy hát az ausztrálok is büntetést tudnak majd kiszabni rájuk, hogyha a dezinformáció ellen nem küzdenek. És erre mit mondott az Elon Musk? Fasisztának nevezte az ausztrál kormányát. Reagált erre az ausztrál miniszterelnök, ha Musk úr nem érti, az többet mond róla, mint a kormányomról. Hát, amúgy tényleg szerintem jogosnak érzem azt, hogy a dezinformáció ellen küzdenek, és hogyha ez az én Musk, ha azt mondja, hogy fasiszta vagy, mert nem szeretnéd, hogy a dezinformáció terjedjen, az sokan vagyunk fasiszták, de hogy azért azt gondolom, hogy valaki, aki csak úgy megvásárolta a Twittert, ami a világon egy jelentős információáramlás biztosít, az neki fontosabb kéne, hogy legyen az, hogy küzdjenek az álhírek ellen. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb lenne nekik most a feladat a Facebooknak, a Twitternek, akár a YouTube-nak is, hogy a dezinformáció ellen vagy fel kell lépni, vagy küzdeni kell, mert minden szarral elárasztják az internetet, és nem sok bizakodásra ad okot, hogy Elon Musk az így áll ehhez. Hát igen, amúgy ez nagyon érdekes, hogy ugye mi a dezinformáció, meg mi az igazság, mi a valóság. Ugye tények, jól tudjuk német Balástól, hogy nincs tény, hanem kizárólag vélemények vannak, és hát a világ annyiféle képpen létezik, ahányféle nézőpontból meg tudjuk figyelni, de ettől függetlenül valójában ez egy bögre is, ami benne van, az kávé, és valószínűleg Németh Balázs ezzel nem értene egyet, hogy ez így van. Szóval azt akarom mondani, hogy a valóság az továbbra is létezik, és attól még, hogy mondjuk az Elon Musk hülyeségeket beszél, attól még van egy igazság, ami minden mögött ott van, és azt lehet ellenőrizni, és hogyha valamiről bebizonyosodik, hogy egy hülyeség, meg egy hazugság, ezt még ne lehetne leszedni. És egyetértek, hogy ne legyen egy ilyen, egy borzalmasan önkényes cenzúra, de attól még, hogyha valaki hazugságokat állít folyamatosan, az legyen már kontrollálva, legyen már megbüntetve. Szóval, hogy emellett nem teljesen értem például ez a Trumpéknak ezt a Truth Social-jét. Aminek ez már a saját Twitter, amit azért nem értek, mert visszaengedték Twitterrel, hogy attól még ugyanezt nyomja. Hát, de igen, itt azt a hazugságot terjeszti, amit csak ő szeretne, de amúgy mit mondott az öreg Trump? Az, hogy utálja Taylor Swiftet végig nagy betűkkel. Megmondta azt, és azt hiszem, hogy majd ellátja baját, hogyha a miniszterelnök lesz. Igazi demokrata, de hogy... Megint felöntött a garatra? Elképesztő, hogy emberek ezt a nagyra nőtt óvodást akarják elnöknek. Ez, hogy jó, Taylor Swift kiállt valaki mellett, és akkor a Trump elkezd hisztizni a social médiában, hogy ő utálja Taylor Swiftet, ennyi, ezt írtak, hogy utálom Taylor Swiftet, mint egy óvodás tényleg. És egyesek azt szeretnék, hogy ez vezesse a világ egyik legbefolyásosabb országát. Tényleg elképesztő van ennek, hogy valaki ezt, valaki, mondjuk a miniszterelnökünk védelmébe veszi. Jó, van ez így. Tegnap este úgy tűnik, hogy megint rálőttek Trumpra. Legalábbis ugye... Növések dördültek el Trump közelében. Hát mi van velük ott? Nem védik rendesen, vagy mi történik? Úgy van, hogy golfozott, és a golfklub közelében lövések tördültek el, és aztán állítólag találtak egy AK-47-est a bozótosban. Jó, ez Amerika. Melyik bozótban nincsen? Most azért nem kell Amerikában meglepni egy AK-47-esen, mi lepte meg őket. Amerikában azt gondolom, hogy olyan az élet, hogy így állandóan lövések dördülnek el a háttérben. Az így, okay. Amíg nem így melletted megy el, addig nem figyelsz fel. Olyan, mint Afganisztán külső. Hát igen. Aha.
Nem? Ja, de hát a Trumpnak nem lett semmi baja, emiatt nem kell aggódnotok. De azt írja itt a Twitteren, hogy shots fire Trump. Again Fox, azt írja. Hát. Nem azt írja, hogy I hate. Taylor Swift. Vagy azt írja, hogy ez a sok lövöldözés, itt az ideje, hogy szigorítsunk a fegyvertartáson. Hát azt nem fogja mondani, azt hiszem, lehet, mert nagyon sok pénztől elesnek. De hát ez semmiképp nem jó, hogy most ez még ebből nem biztos, hogy rálőttek a Trumpra megint. Nem lőttek de rá, hogyha... de hogy lőttek rá. Jó, de hát akkor sem megnyugtató, hogy az elnök jelölt mellett lövöldöznek. Na, viszont jó. Van egy tartozásunk, Ádám. Ugye a 12 órás live-ban megnézhettük a jövendőlést. Ugyanis van egy időutazó, aki kikotyogta, hogy mi vár ránk a jövőben, és üdvözlök mindenkit a jövőben. Ugyanis tegnap estére Enó Alarik, a magát időutazónak való tiktokozó jóslatokat tett. Szeptember 15-én legnagyobb, legerősebb hurikánya söpör végig a történelem legerősebb hurikánya. Óriási pusztítást végez, hát nem jött be ez a jóslat, volt egy hurikán az elmúlt napokban, megrongált néhány épületet. Akkor nem a legnagyobb volt a történelem során? Nem, ennél már volt nagyobb. Igen. Na biztos. De Kínában viszont egy nagyon nagy van most, vagy hát Shanghai felé. Csak elnézte a térképet. Lehet, igen. Viszont szeptember 28-án lesz az izgalmas dolog, egy gigászi lény fog a Bermuda háromszögnél feltűnni, én azt várom már. Meg még lesz egy híresség, aki meghamisították halálát, és lesz még egy meteorzápor is idén. Ez a hurikán volt a... Jó. Most egy mindenkit ér. Aki dolgozik, az néha hibázik, nem? Persze. Enó Alarik, hát majd a következő biztosan bejön. Az jó, is lehet, hogy nem egy időutazó vagy, csak rosszul emlékezett. Lehet, hogy időutazó, csak elfelejtett. Lehet, hogy elnézte az évszámot. Azért, amúgy hogy... itt most mit vetítünk? És mi történik? Érdekes. Nem tudom, hova tűnik. Ilyen még nem volt. Annyit mutattunk Enó Alarik jövendőleiseiből, amennyit érdemes. Az van, hogy tehát szeptember 28-án jön a Kraken, október 25-én felfedi egy híresség, hogy meghamisították a halálát, valószínűleg Zambó Jimmy lesz az. Nagyon jó, viszont mi történt meg... Megkezdte a pusztítást Európában a Boris. Csehországot, Lengyelországot, Ausztriát, Romániát és Magyarországot is elérte a Boris névre keresztelt mediterrán ciklon. Nem is a ciklon lesz a durva, hanem az áradások. Napok óta esik, áradnak a folyók, vihar már most hatalmas pusztítást okozott Közép- és Kelet-Európában. Hogy elképesztő, néztem a képeket, meg ilyen videókat, hogy így mutatok egy képet, hogy így omlanak össze a házak. Volt egy kép, az lepett meg a legjobban, hogy így gyakorlatilag egy ilyen... Rakom. Nem, mutattak fel, fentről egy egész ilyen gazdagrétnyi panelrengeteket, és elárasztotta a víz, szóval engem ez azért meglep. Valahogy az van a fejemben, sok dolog van a fejemben, ami hülyeség, de hogy az van a fejemben, hogy általában, amikor így olvad a hó, akkor biztos, hogy felmegy a Duna. Hogy ez nem jutott eszembe, hogy ilyenkor is felszokott menni, de hát jó, most egyszerűen egy nagy esőzés volt. Elvileg Olaszország fölött elkezdődött, és akkor gyakorlatilag Lengyelországig az összes vízgyűjtőt így telibe verte az eső, úgyhogy most így rohadtul hirtelen elkezdett áradni nagyon sok folyó. És nálunk még talán úgy tűnik, hogy nem is annyira kemények, nem annyira kemény a helyzet, mint mondjuk az osztrákoknál, vagy a cseheknél, vagy akár a lengyeleknél. Igen, de ez furcsa. Romániába is ki kellett menekíteni embereket. Nem, csak az a furcsa nekem, hogy azt gondoltam, hogy itt az EU, most majd cáfold meg, hogy miért, ezt hülyeséget gondoltam, de hogy itt több ezer éve itt lakunk Európában, szóval az áradásokra valamennyire már az ember, így azt gondoltam, hogy a 21. századra így jobban fel vagyunk készülve. Szóval tudjuk, hogy hol árad általában valami, tudjuk, hogy hol vannak a gyenge pontok, több mint ezer év alatt így kitapasztalták a város. Sok, vagy ilyenkor nincsen felmérve, hogy hol lehetnek áradások, nincsen felkészülve rá, hogy mondjuk lemegy ez, és hogy vajon a következő 5 év, amíg mondjuk várunk egy olyan nagy áradásra, az nem arra nem fognak felkészülni rá addig, vagy ez annyira drága ezt kivitelezni, hogy ez lehetetlen. Egyszerűen nem annyira drága lenne ezt rendesen megcsinálni, hogy egyszerűen nincs rá senkinek kapacitása. Nem, hát ezeket most, hogyha csak a hazai dolgokat nézzük, akkor tehát ott volt mondjuk a Tiszának a szabályozása, azt ott egyszer megcsinálták, de... Igen. Ezeknek meg vannak olyan következményei, amivel meg
akkor nem nagyon tudtak számolni. Ugye mondjuk pont a tiszta szabályozása miatt szárad most ki az Alföld ilyen mértékben, ahogy szárad. Az árvizek is egyre magasabbak azzal, hogy be van szorítva a folyó abba a mederbe, ahol a gátak vannak, úgyhogy akkor lehet, hogy magasabb gátakat kell majd építeni, és akkor erre lett volna megoldás, mondjuk a Dunánál ugye a Nyúlgát, ami ellen nagyon nagy tiltakozás volt, mert hogy milyen csúnya. Ráadásul ugye a települések meg folyamatosan terjednek ki, és nagyon sokan meg beköltöznek ezekre az árterekre, és ráadásul ugye gyakran gazdag meg befolyásos emberek, és akkor ez is egy problémát jelent. Amúgy a Dunagátak se voltak teljesen készen, mondjuk, hogyha emlékszel még a mi gyerekkorunkban, én emlékszem, hogy mentem ki nézni kiárad Dunát ott a környéken. Bősi erőmű, az is valószínűleg sokat változtatott a Dunának a viselkedésén. De ez és szerintem ez egyfolytában változik. Igen, attól de ezzel muszáj kezdeni valamit, kezelítve. Nem? Értem, hogy most írta valaki, hogy ahogy szabályozzák a folyókat, most már az áradások gyorsabban és pusztítóbbak, mert nem tud annyira szétterülni a dolog, de hogy ez csak rosszabb lesz, vagy úgy tűnik, hogy ezzel valamit kezdeni kell, nem? Egy ilyen alkalomra annyi milliárd euróért lehetne ezt megcsinálni, hogy ezt nem éri meg, vagy egyszerűen ezt le kell nyelni? Tudják az emberek, akik ilyen helyen laknak, hogy itt a kockázat megvan, hogy de ki fog egyszer önteni valami? Vagy ezek annyira meglepően messze megy ez az ár? Ilyeneket nem tudok. Most itthon nem vagyunk ezt hozzászokva. Itthon mi lesz most? Elmétek 3 méterről 8 méterre felmegy majd a Duna. Az mit jelent? Nem tudom, nem vagyok gátőr. Az mit jelent? De az valószínűleg azt jelenti, hogy 5 méterrel magasabb. De most, hogy itthon mennyit bírunk el? Mert most azt mondják az Orbánék, ugye volt lent a Vitya, és mondta, hogy kézben tartjuk az ügyet, azt nagyon aggódom. Szóval Orbánék valamire azt mondják, hogy ők kézben tartják, mert ők elmentek ugye az egészségügyet, meg az oktatás is kézben tartják, és... Hát figyelj, most már sokkal több a tartalékos, meg a... A tiszásokkal? Igen. A katasztrófa védelemben is voltak, hogyha jól emlékszem, problémák a nyáron, hogy milyen átszervezés, meg milyen pénzhiány van ott. Nyilván oda is lehetne mindig több pénzt rakni, de szerintem azért az árvizekre viszonylag jól föl vagyunk készülve, mert azok azért 10-15 évente van egy nagy, azért van egy tudás, de nem tudom, hogy mondjuk, hogyha egyszer föl lenne építve az a gát, ami mondjuk még e fölött is pár méterrel képes lenne ezt így kordában nem tartani. Nem nincsen gát, nem lehet 21. században valami gátat, ami nem mindig ott van, hanem nem tudom, de valami. Az a Nyúlgát, de amúgy azt is gondold el, hogy tehát mondjuk Budapestnek a rakpartjait kéne akkor egy kicsit átépíteni, és azt nem biztos, hogy akarnánk egy ilyen UNESCO műemlékvédelem alatt lévő területet. De gyönyörű az a rakpart, hogy mennek a kocsik egész nap. Ahhoz nehogy hozzányúljunk. Jó, de az az átkép. Te mi? Az, hogy ott beton van? Nem. Hát jó, a beton, a kő szerintem inkább, ami kivívta ezt az UNESCO világörökség részt, de nem biztos, hogy az aszfalt volt. Mikor volt Budapest, amikor elárasztott az utcákat, az a nagy árvíz? Már mind nagyon régen. Aha. Szerintem 1853, vagy valami ilyesmi. Itt írja valaki, hogy ugye, ahol kimenekítik az embereket, ott az áramot is levágják, és mennek rabolni az emberek, nem riasztó. 38. Amúgy, ha lenne riasztó, akkor sem megy már ki ilyenkor, de hogy az tényleg az ember nem szívesen hagyja el az otthonát, hogy aztán kirabolják. Manapság még mindig divat annyira betörés. Vagy miért? Én hozzánk törtek be, mint gyerekkoromban, és eléggé felzaklató volt fel, hogy így nagyjából tudni lehetett, hogy ki az, de a rendőrség nyilván leszarta. Na mindegy, hát a környéken mindenkihez ők törtek be. De manapság, mi a franc? Gondolkoztam ezen, hogy a betörés az ilyen felzaklatja az ember, de minek törnének be? Hát, hogy az értékeidet elvinni. Nincs semmi értékem. Mit akarnak elvinni? Tehát a tévét. A tévé, igen, amit föl van szerelve a falra, az a talán a... De hogy az ember már egy csomószor nem tart otthon pénzt emiatt. Valaki lehet, hogy otthon tartja a pénzt az ágya alatt, meg a ékszereit, de hogy igazából már egy csomóan a bankszámláján tartják a pénzüket, és hogyha mondjuk nincsen mindenféle nagy ékszerük, akkor igazából mit tudnak elvinni? Hát de miért ne lehetne az, hogy betörnek és elvisznek elektronikai cuccokat, és eladják 100 000 forintért. Ja. Ez miért ne érné meg nekik egy órás munkáért? Hát nem tudom. Jó, mondjuk azt tudom, hogy csomóan tartanak KP-t otthon.
meg ilyeneket, mert nagyon ki vannak a... Ja, mondjuk ezt annyira én se értem. Legalábbis én is úgy látom, hogy kiment már ez a divatból, de amúgy biztos, hogy sokan vannak. De hát amúgy meg az, hogy... Most már minden be van kamerázva, nem? Egy elhagyott házba betör, szerintem az ott hirtelen nagyon lecsökken a... Kockázat. A kockázata, igen. Persze, igen, azt értem. És akkor hirtelen és már megint bemenni ilyen most, ilyen, ilyenkor, aki ebbe a szakmában van, az... Írjátok meg kommentbe, aki betörő. Persze, ki van ürítve egy egész negyed, és akkor neki az egy ilyen, azért gyakorlatilag egy ilyen... Mint ha bemenne egy boltba, és így... Mint, nem, mint hogyha egy hotelben lenne, és svéd asztal van. Így válogat. Azért szeretek bármikor ilyen wellnessben a hotelben lenni, mert a svéd asztal, bármi tehet, és mindig ugyanazt teszem. Minden reggel svéd asztal, és reggelit szeretném. Bármit szépen megcsinálnak, és vannak gyümölcsök, finomságok, a svéd asztalnál nincs jobb. Én szinte mindig ugyanazt szoktam menni a svéd asztalnál, hogyha van bundás kenyér, meg rántotta, meg ilyen kolbászok, hát oda pakolgatom. De az is, amikor vacsorára van, akkor mindenből megkóstolsz egy kicsit. Ja, akkor is bundás kenyér. De amúgy valószínűleg, hogyha svéd azt, hogy egy hotelben laknék, és minden nap svéd asztalos reggeli, meg vacsora lenne, olyan dagat lennék egy éven belül, hogy az elképesztő. Nem lehet megállni magad, hogy, vagy lehet, hogy egy hónap után már megunod? Ha minden nap svéd asztalos, szerintem akkor nem fogsz úgy enni, mint hogyha csak egy nap lenne svéd asztalos. Igen. Emlékszem, amikor először mentem el így nem családdal, csak így nem tudom, akkori barátnőmmel egy svéd asztalos ilyen hotels nyaralásra, és nem tudtam fölfogni, bazen, csak így szedtem minden, azt ez is nagyon jól néz ki, és annyira telettem magam, hogy rendesen fáj. Nem voltam ott a KMP-ben az ilyen Continental Breakfast-es csávó. Olyan voltam. Rendesen rosszul lettem, bazd meg. Mondom, ez is érdekel, az is érdekel, és mindenből szedtem annyit, amennyi egy normál adag lenne belőle. Jól mondják. Nem értettem. Aki régen betörő volt, ez most már ilyen scammer telefonon. Lootboxokat árul. OTP-től vagy... hívnak. De nekem nincs OTP szám, nem. Ja, igen, a KNH-tól hív. Vagy kriptos. Az lehet még? Az lehet. Vagy szerencsejátékot közvetít. De most a kriptoszkemek azok nagyon mennek, azt tudom. Lehet, hogy van ilyen szakmai konferencia a betörőknek, és már így át lehet képezni magad szkemmerni. Ez valószínűleg a börtönben van. Igen, és azt mondja, hogy rég időben még csak felpattintottunk egy izét, aztán dőlt a lé, és most már telefonálgatnom kell mással légi. Ja, megnézzük amúgy, hogy mit csináltak a politikusaink. Már megint mit csinál? Mármint, hogy ők megoldották a helyzetet, mindenki kihúzott a gátra. Nagy István, amikor kimozdulni sincs kedve az embernek. Nagy István, vasárnap reggel 8-kor. Nekem tetszett ez a kép, én ezt, amikor megláttam ugye a saját Instagramon, nyilvánvalóan, hogy követem az öreget, akkor azt mondtam, hogy hát igen, igen. Ez korrekt. Ez igazán fiatalos. Igen. Minden hivatali program lemondva. Most a gátakon a helyen. Az élet és az értékvédelem a legfontosabb. De milyen program van lemondva, amikor egész vasárnap csak otthon akart ülni? Azt mind lemondta. Fölhívta a titkárnőját. Mondd az összes programomat. De nincs semmi programja. Helyes. Lemondta azt, hogy otthon Remnant kettőzik a haverokkal. Ami az tényleg fájó lehetett. Vagy nem tudom, hogy biliárdozik, vagy elolvas egy jó könyvet. Valószínűleg valami olyasmi lett volna. Kicsapja egy jó pornóra. Le kellett mondania. Azt mondja, hogy nem. Szerintem valószínűleg fát metszett volna, hogyha nincs eső, de ettől függetlenül mindenki más is kim volt. Ugye kim volt a Vitályos Eszter, kim volt a Orbán Viktor, de kim volt a Magyar Péter is. Orbán takarom, hát ma. Megint fölvette az árvizes katasztrófa kabátját, nem? Az, jó neki. Nekem is kell. Ahol most állok, az egy nap múlva már járhatatlan terület lesz. A várható érkező nagy víztömeg holnapra már a fejem magasságában áll. Rá egy-két napra pedig. És ki lehet számolni, hogy mekkora a vitya? 5 méternél nem magasabb. Jó. És magabiztosak, mert úgy gondolják, hogy a legmagasabb árszint sem haladja meg az eddig mért legmagasabb árszintet. Azt mondják, hogy ha azzal meg tudtunk birkózni, akkor az annál alacsonyabbal is meg fogunk birkózni. 3 kritikus szakaszunk. Miért nem vezetik be az árstoppot? Oh,
arra emlékszem, hogy erről mindig beszéltünk, hogy víztározókat, abból lehetne többet építeni. És akkor akármennyi van, nem lenne elég. Nem? Nem azt mondom, de ilyenkor legalább azokat föl lehetne tölteni, mondjuk, hogyha az, valahol az Alföldön lennének ezek a víztározók. És akkor utána lehetne belőle locsolni. Uh-huh. Azután esetleg fennmaradhatna. Akár a tavaszi árvizet mondjuk így föl lehetne fogni. És ugye van is vagy egy... termeszthetnénk rist. Hogy is van, Kiskörén? Nem. Igen, azt hiszem Kiskörén van az a víztározó, ami már egy ilyen egészen modern megoldással meg lett csinálva. Vagy nem? Dehogy is, nem. De mindegy, ennek majd egyszer utána nézek, mert ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ez a víz visszatartás. És amúgy erre van is külön öntözésfejlesztési ilyen részeg a kormányzatnak, amire tök sok energiát fordítanak, de valahogy, amit én láttam eddig belőle, az nem feltétlenül az volt, hogy az ilyenkor az így átsuhanó kurva sok vizet, azt megtartsuk, ami egy tök jó dolog lenne. Na, és hogy miért szaladtak a fideszes politikusok a gátra? Igen. Mert kiderült, hogy van még egy legény a gáton. Tessék, csak én folytatom a hülyeségeim. Emegy, az nem Tatai tévé. Megyünk, én vagyunk? Jó napot kívánok, itt vagyunk még mindig Neszmélyen. Megérkezett a Propaganda Televízió, és megkérdezzük a Propaganda TV-t, hogy esetleg akarnak-e segíteni, vagy miért jöttek ide zaklatni az embereket. Jönnek esetleg ide segítenek homokzsákot pakolni? Itt vagyunk továbbra is, Neszmélyen, több száz civil. Hát ez elment. Viszontlátásra. Segít minket. Miért nem azt mondták, hogy nem közvetíteni jöttünk, hogy eljutassuk az emberekhez a üzeneteteket, hisz ti is közvetítitek, és szeretnénk, hogy más is meg. Mondhatták volna, és hát várunk, hogy csinálj valami cikit. Nem akarsz szambázni? És akkor azt majd adhatjuk egy hónapokig. Fiatal lány, akit körbe táncolj részegen. Nem akarsz beszarni? Ugye én is elhiszem, hogy szkeptikus azzal, hogy a M1 valóban azért jött, hogy beszámoljon itt objektíven a dolgokról. Hát volt már olyan, hogy nem objektíven számolt be valamiről az M1. Ez már előfordult, igen. Lássuk be. Azt mondták, hogy ott nyomta a Magyar Péter. De hát amúgy... Lapátolt. Valamit csinált, akik ott voltak, azt mondták. De amúgy az érdekes, hogy két dolog volt a fejemben. Egyfelől az, hogy minden politikusnál úgy érzem, hogy ez egy kicsit ilyen kirakadt dolog, ilyen PR dolog, nyilván, akár az Orbánnal, akár a Magyar Péternél, de közben meg még mindig jobb, mintha nem csinálnak semmit, mert az egy politikusnak valamennyire példát is kell mutatnia, irányt is kell mutatnia, képviselnie kell az embereket, szóval valószínűleg mindenképp van egy ilyen rossz szájíz ezzel a PR dologgal, de még mindig jobb, mintha nem lenne. Ja, igen, ilyenkor legalább dolgoznak, ugyebár ezt mondhatjuk. Igen. Az, hogyha valaki kimegy a gátra lapátolni, és még hogyha csak azért is megy ki, hogy egy órát ott lapátol, és addig lekamerázzák, az már több egy órával, mint hogyha nem csinált volna semmit. Aki csak lefényképezni magát megy ki, az viszont, na, az semmit sem csinált nagyságrendileg. Nem tudom, a Viktor is lehet, hogy nyomta kétlen, mert ő nem olyan ruhában volt, de lehet, hogy neki nem is ez a dolga. Hát szóval én mondjuk lehet, hogy neki a döntéshozásban szükséges inkább az ez is van, az se lehet elvenni, hogy Viktor már amúgy nem mai gyerek, és hogy ő pakolja homokzsákokat neki, lehet, hogyha jó döntéseket hoz, jó emberekkel beszél, lehet, hogy többet hozzá tud tenni a védekezéshez, de az is, hogy valószínűleg Magyar Péterék lementek mindenféle szimpatizánsukkal, és dolgoztak, annak is van értelme. A példamutatás is egy fontos dolog. De mivel megtudta a propaganda média, hogy itt vagyunk, ezért kijöttek ide zaklatni az embereket. És akkor ezután hirtelen a szegény Nagy Istvánnak le kellett mondani minden programja? Igen, sajnos el kellett rohannia. És miért mentek ki a Deák Danék, hogy csináljanak egy fotót azzal, hogy dolgoznak a tiszások? Nem tudom, mi volt a gondolata mögött, ha? Vagy ezt elfejtették leközölni? Próbáltak lejárató anyagot csinálni, csak nem sikerült? Nem tudom, de ez Neszmély, ott ez a hajómúzeum, nem? Na mindegy, érdekes, hogy mi volt a cél itt. Mert persze feltételezhetjük, hogy tényleg segítettek. Valószínűleg lapától jöttek. Meglátták, hogy a Tisza párt nyomja, és akkor kiszaladtak, vagy megijedtek arra, hogy azért szólt a Vityam a Köcsei beszédén, hogy a propaganda az állítani kéne egy kicsit rajta, és ez már az állításnak a része. Már próbálják átmenteni magukat, ezt majd így mutatják, hát hogy mi mindig tisztások voltunk. Ez a véres szájú dolog, amit nyomnak, lehet nem vált be annyira, úgyhogy elmenek inkább az Index per köztér irányba, ez a kicsit ilyen simulósabb. Jó látni a Fideszt,
ebbe a folyamatos sarokba szorított lépéskényszerbe, amiben a Magyar Péter taszítja őket, hogy így másra akarnak beszélni, és hirtelen mindenki az egészségügyről beszél megint, így azt érzed, hogy ilyen kis sarokba vannak szorítva mindig, és ja, jó, akkor tereljük, vagy más, vagy valamit próbálnak csinálni. Talán az oktatás annyira, nem tudom, hogy arról nem beszéltünk most annyira, csak a telefonos kapcsán, de hogy most megint itt ilyen kis apróságok, hogy Magyar Péterék kimentek, pakolják a zsákokat, ezt hirtelen délután már az összes fideszes ment ki. Az, hogy így ellustultak, meghíztak, megöregedtek. A kövér macska otthon. Igen, és gyakorlatilag ez szép szimbólum, hogy a Nagy István is azt tervezte, hogy egész nap csak lógatja a hasát, és aztán kiderült, hogy a sziget között van mellette. És aztán kiderült, hogy a Magyar Péter diktálja itt most az iramot, és nincs idő. És föl kell tápászkodniuk nekik is, szerinted és csinálni valamit. Ez szerintem egy érdekes helyzet amúgy. Hogyan képzeled, hogy szólt neki valaki, vagy így magától észrevette, hogy keci, a Magyar Péter kim van a gáton. Szólt neki valaki. Lehet, hogy magától is kiment volna a Nagy István. Úgyhogy ez mókás. Az Orbán biztosan, mert ő szereti fölvenni a katasztrófa kabátját. Mókás, hogy így próbálják tartani a tempót, és igazítani a propagandát, igazítani a kommunikációjukat, és így az egész ilyen, Istenem, nagyon aranyos. De lehet, hogy arra játszanak, Ádám, hogy a nyúl és a teknős béka meséje, ugye? Hogy van az agilis macska, meg a kövér macska. Nem tudom, de amúgy nagyon... Ezt a fabulát nem olvastad? Nagyon mókás ez az egész, hogy így gyakorlatilag megszokták, hogy ők uralják a közbeszédet, az mindig bedobják a dolgaikat, amit akarnak, és mióta volt ez a kegyelmi botrány, azóta így kihúzták a lábuk alól ezt a fajta talajt, és nem tudják már ők diktálni mindig a közbeszédet, és rendkívül szórakoztat annak tartom ezt a kapálózást egy csomószor, amit ilyenkor, ez egy új helyzet, és nem mindig tudnak ezzel mit kezdeni. Hát igen, úgy tűnik, mint hogyha nem valami kiforrott terv alapján az itt élő nagyjából 10 millió embernek az érdekeit szem előtt tartva minél jobban próbálnák képviselni az embereket, ezek a politikusok, hanem úgy tűnik, mintha folyamatosan kapkodnának, Ádám, de akár megnézhetnénk, hogy mit csináltak más politikusok ez idő alatt. Feri bejelentette, hogy két hét és kijön a könyve, amit álnéven írt, de elárult az álnevét. Amúgy ennek mi értem, hogy álnéven írsz egy regényt, aztán szólsz, hogy jön a könyvem. Álnéven. Ezen az álnéven. De tényleg, én ezt nem értettem ebben a hírben, mert azt mondom, hogy Feri ír egy könyvet, kiadja álnéven, az azt mondom, hogy rendben van, és akkor pár év múlva lebuktatja, amikor már híres író, hogy ezt én írtam, de hogy így, hogy elárulja az álnevét, vagy hogy jön az álnéven, de a lényege nincs meg. A lényegét veszi el ezzel, nem értem. Szerintem ez rámutat egy érdekes dologra Gyurcsány Ferenc személyiségében, nem? Tehát az, hogy még az álnéven írt könyvét sem hajlandó nem bemutatni nekünk, és learatni érte a dicséreteket. Feri, hát ez nagyon jó volt. Akkor is a Gyurcsányról kell, hogy beszéljünk, amikor az anyja nevén azt ír. Azt mondta, hogy a családbarátok azt mondták, hogy egész jó a könyve. Igen, meg egy íróval is beszélt. És elküldte neki az első fejezetet, amit csak úgy véletlenül megírt. De azt is megnyugtat minket, Ádám. Kereszt hogy, halála. Című könyve, első renázésre egy krimi. Szóval megnyugtat minket, hogy még nem most vonul vissza könyveket írni. Nem most írja meg azt a kurva jó könyvet a bal oldalról se, hanem most dolgozni fog. Most ezt így befejezte, mert ezt így elkezdte, amikor ilyen csendesebb idők voltak, de most munka van. Most dolgozni kell. Most kéne visszavonulni, nem? Mindig azt mondta, hogy ha majd lesz egy alkalmasabb ember, akkor addig miért menjen vissza, míg nincs alkalmasabb? Most úgy tűnik, hogy a százalékokat nézzük, hogy emberek szerint van egy alkalmas. Szinte már csak alkalmasabb emberek vannak. Igen, sok alkalmasabb ember van. Amúgy ez így van, ez eddig is gyakorlatilag amúgy bárki alkalmasabb lett volna. Jó, de ezt külön megígérte, hogy most ki, ha nem ő, és akkor már nincs senki, de most már objektív a számok alapján, most nehéz már azt mondani, hogy nincs alkalmasabb, nem? Hát, vagy mi a fontos az, hogy mármint arra gondolt, hogy egy alkalmasabb ember, aki miatt ő kormányra juthat. Szerintem erre gondol. Jó, és Kunhalmi mit csinál? Kunhalmi Ágnes pedig kirakott egy képet, amit hogyha megnézitek a közösségi média oldalát, nem a Truth Social, hanem a Facebookon, akkor már nem fogjátok megtalálni.
ezt a képet. Azt mondja, hogy jó reggelt, mindjárt ma is hán vagyok, most szaladtát előttem egy őzmama két pici bambiával. Vezessetek óvatosan, és nem csak ma, péntek 13-án, hanem mindig. És nézd csak, észrevesz valami furcsaságot ezen a képen? Hát, hogy szelfizik, miközben bevezet. Hát... Igen. Hát jó, de hát így... Hát ez... Látod az én... Bölcstelen kitenni egy ilyen képet politikusként. Hát főleg úgy, hogy arról beszél, hogy vezessetek óvatosan, igen. Igen, de ezért le is szedte a Facebookjáról, természetesen már egy büdös szót nem szól róla. Nem mondja azt se, hogy ja, bocs, bazd meg, ezt se csináljátok inkább, én se fogom. Hanem egyszerűen csak letörölte, és úgy tesz, mintha meg se történt volna, mint ahogy az egész eddigi politikai pályafutásával is mindig így tesz, úgy tesz, mintha meg se történt volna, és kéri a szavazatunkat. Országosan is betiltene az Airbnb-t Szentkirályi Alexandra, az igenek nyernek Terézvárosban. Amúgy megkérdeztem, hogy a Szentkirályi Alexandra mit szól bele még bármiben? Hát ő a Fidesz fővárosi elnöke. Akkor miért országosan tiltene? Azért, mert valamit mondania kell, hogy ne felejtsük el a nevét. Szóval az van, hogy a Terézvárosban, a 6. kerületben a Soproni Tamás kiírt egy népszavazást arról, hogy mi legyen az Airbnb-vel. Uh-huh. Mondjuk szerintem ez is egy kicsit végletes, hogy vagy igen, vagy legyen, vagy pedig maradjon ez a szabályozás, hát az a szabályozás, hogy most. A szokásos a tiltás, mint az Ubernél, és szerintem miért például hoteled ugyanúgy lehet? Miért nem lehet inkább csak a szabályozást úgy megváltoztatni, hogy mondjuk megfeleljen mindenkinek? Mert csomó országban van úgy, hogy megváltoztatták a szabályozást, hogy mondjuk... Magasabb adó, vagy nem több időre lehet csak kiadni. Mennyiség. Igen, ja, de igen, hogy így az, hogy most nem tudod így, összesen. Tudom, hogy miket várnak, de hogy ettől nem lesz olcsóbb a lakbér nagyon. Meg valószínűleg eddig sem a... Szóval aki olcsóbb lakást akart, nem biztos, hogy belváros közepére akart költözni. Hát igen, de az teljesen biztos, hogy az Airbnb hozzájárult a lakhatási válsághoz, ami kialakult. Különösen Budapesten, de amúgy az összes nagyobb városban, az országban kialakult ez. Nagyjából ugyanannyiba kerültek már egy időben a lakások Gödöllőn, Szegeden, vagy lehet, hogy Szegeden nem, de mondjuk Győrben, igen, mint Budapesten. Hát oké, de ez is valami, de... Az viszont, az is valami, hogy a Szentkirályi Alexandra azt mondja, hogy ennek a döntésnek az eredményét ő országosan fogja javasolni, anélkül, hogy bármit gondolkodna a helyzetem, vagy megnézni, hogy az ország helyzete hogyan viszonyul Terézváros helyzetéhez. Amúgy 35 ezer emberből összesen a 20%-uk ment el szavazni. 20,5% volt a részvételi arány. Nyilván amúgy a 35 ezer emberből nem is szavazhatott volna ugye mindenki. És hát ebből 54%-ot kapott az igen. 3265 ember döntött el Szentkirályi Alexandra szerint, igen. Nem gondoltam, hogy Szentkirályi Alexandra, hogy ilyenek, mint ilyenkor nagyon demokratikusak, rendes adatok alapján szakértők feldolgozzák ezt a témát. Gondolkodni! Nem, hogy így rendes ilyen, tudod, ilyen felméréseket, hogy mit okozhat A, mit okozhat B, mi lenne egy C megoldás, mondjuk csak a szabályozást változtatjuk meg. De esetleg egy D megoldást is meg lehetne. Ha ennyire tetszik neki ez a szavazás, akkor nem akar még szavazást, mert van, lenne pár dolog, amire szerintem szívesen szavazna itt a nép. Érdekes, amikor a repteret megvegyük, vagy sem arról, nem elfelejtettek például szavazást kírni, pedig az mindenkit érintett valamennyi. Valahogy azt sem sikerült kírni azt a népszavazást, hogy 8 évig lehessen csak valaki országgyűlési képviselő. Hogy nem? Hogy nem? Elfelejtődött. De Szentkirályi Alexandert ez nem érdekli, ő csak szeret néha mondani valamit, aztán ez már szinte mindegy is úgy tűnik, hogy mit. Vagy az is lehet, kiderült, hogy az összes hotel a haveri körüknél van, már Tiborcéknál, és jobb, hogyha oda menj mindenki. Ki tudja, hogy mi van e mögött. Lehet, hogy van valami számítása, amiről mi nem tudunk. De amúgy én tényleg nem értem, hogy lehet ennyire meggondolatlanul egy ilyen blödériát így kiköhögni magadból. Elvileg vezető politikusként. És ő ezt így felvállalja, hogy ő ezt így javasolni fogja, és majd az ászójára tűzi. Komolyan ez a legfontosabb dolog? Valamit hogy kell neki is mondani. De akkor mondja azt, hogy ő meg akarja oldani a lakhatási válságot. De ez a furcsa ebbe az egészben, hogy a Vitézi Dávid ki tudott tűzni egy célt magának. A Karácsony is szokott mondani dolgokat. Oké, hazudik. Nem csinálta meg az átláthatóságát a fővárosnak, de például mondta azt, hogy legyen átlátható. De más dolgokban meg megcsinálta, amit mondott. Mindegy. De a Szentkirályi Alexandra az erre se képes. Ennyi volt az üzenete, hogy a Gyurcsány embereit pakolja ki a fővárosból.
Oké, ez erre szavazott volna X ember. És most ez a mondása? Ez sikerült kitalálni utána, hogy jó, mi a következő legfontosabb dolog, mert a Gyurcsány embereit nem tudjuk kirakni. Az Airbnb az országos szinten a budapesti, igen, Szentkirályi Alexandra, ki tudja, lehet, hogy ebbe próbálja felépíteni magát, majd országos politikussá. Számomra egy kicsit meglepő ez, hogy ennyire nem foglalkozik azzal a Fideszben egy vezető politikus, hogy valami képet kialakítson magáról. És amúgy én tényleg megértem, hogy a politikusok is csak emberek, úgy, ahogy a Kunhalmi Ágnes, aki ugye felrak egy képet, aztán azonnal törli, aztán nem szól róla más szót sem, mint hogyha meg se történt volna. Úgy, ahogy azok az emberek, akik kimennek ugye az árvízhez lapátolni, vagy nem lapátolni, de feltétlenül a kamera felé állva. Ugyanígy Szentkirályi Alexandra is csak egy ember, és nem gondolhat mindenre, de én akkor javaslom, hogy legalább vegyen föl egy embert, aki gondolkodik helyette az ilyen esetekből, hogy legalább tűzze neki egy rohadt cél. Olyan, hogy nem teljesen. Megint úgy érzem, hogy ezzel a demokratizálódás valamennyire értem, hogy mi a baj az Airbnb-vel, és lehet, hogy egy szigorúbb szabályozás az lehetne, de az, hogy mondjuk a rövid távú lakáskiadás, vagy az, hogy mondjuk fogadjál embereket, az megint csak a nagyon gazdagoknak lesz a kiváltsága. Akiknek van egy hotelre pénzük. Aha. Szóval neked van egy, mert láthatod a nagyanyád egy lakást a belvárosban, neked ez már nem lesz a kiváltságod. Miközben amúgy a Airbnb, például mi béreltünk Airbnb-t forgatásra. Ezek nagyon sok dolog van, amire nem is gondolsz. Van, aki feljön Budapestre vidékiként, és tudok arra, hogy néha bérel egy Airbnb-t, mert mondjuk hotel az sokkal drágább lenne. Ja, azt tudom, hogy forgatásra például mit kibérelsz egy hónapra egy lakást, amikor egy napra kéne. Azért az, hogy teljesen eltüntetni az, hogy a rövid távú lakáskiadást, az nagyon furcsa lenne nekem, és gyakorlatilag ezzel nem oldottad meg a helyzetet, viszont jobb helyzetben lesznek amúgy is kurva gazdag hotelek. Hát igen, meg nagyon sok Airbnb ugye egy kézben van. Sokan vásárolgatnak lakások Budapesten külföldiek pont ilyen célra, hogy Airbnb-re kiadják. Hát erre már lehetne egy szabályozás. Hát lehetne egy szabályozás. Például az, hogy magyar tulajdonos kell. Mondjuk ezt is aztán valahogy kiátszanak. Értem. Vagy például nem a letelepedési kötvényekbe az újakba azt meghozni, hogy ott mondjuk lakást kelljen vásárolniuk ezeknek a mindenféle ellenőrizetlen bevándorlóknak. Vagy a üresen álló lakások is lehet valamit kezdeni. Tudom, hogy csomóan mesértődnek ezzel, de mindig azt érzem, hogy igen, innentől kezdve ez egy vitatárgya lehet, megosztó lehet. Ki kéne találni, átgondolni, emberekkel beszélgetni, adatokat megnézni, külföldi példákat elemezni, és így rájön az ember, hogy na most nincs jó megoldás, de van egy megoldás, ami valószínűleg a legkompromisszum képesebb, és akkor ezen tényleg dolgozni kéne, kormányozni, gondolkodni. Egyszerűbb betiltani. Mindig ez van, hogy a Katánál is ki kéne találni egy új adózási módszert, mondjuk ezt online átláthatóvá tenni, egyszerűen befizetni, egyszerűen adózni, az egész lehetett volna kurva egyszerű, hogyha felépítenek egy rendszert, mondjuk a vállalkozóknak, ezen a honlapon kell, itt befizetik, stb. Nem kell ilyen, de inkább csak betiltották, menjetek vissza az az adónemhez, ami átláthatatlan és logikátlan az egész, és egy hülyeség. Sok sikert hozzá. És nem ez lenne a dolguk, hogy ilyenkor valamit nem betiltani kell, főleg nem lehet, mint ahogy az Ubert, ugye a taxisok is kibuliszták ezt annó. Most újra van Uber, de hát nem az az Uber, de hogy valahogy mindig az a modern kor kihívásaira itt a válaszuk, hogy inkább akkor tiltsuk be. Igen, és mindezt úgy, hogy mondjuk az Uber az tényleg egy szűk rétegnek volt problémás, ugye a taxisoknak, de az Airbnb az egy valós, nagy, kiterjedt problémának a része. Ténylegesen lakhatási válság és van. És nem oldja meg, és így állnak, hogy hát ez nem oldott. Mi mindent megtettünk. De légy szóval, szavazatok ránk, nem másra, mert más nem ért így hozzá, mint mi. Jó, van ez így. Ez pedig egy videó, egy 3 négyzetméteres lakásról a Nyugatinál. Na és a csoda az itt kezdődik, a maga 3 négyzetméterével. 3 négyzetméterre. Tényleg minden van, de először nézzük a nagy elemeket. Konyha. Kis. Amúgy ahhoz képest, hogy a 3 négyzetméteret is ki lehet alakítani ízlésesen amúgy szépen. Nyilván nem könnyű, de hogy úgy látszik, még erre se törekedtek, szefé. Hogy itt ilyen dizájnos legyen legalább. Nem csak így. Sütős mikro. Ezt kérdeztem, hogy ez micsoda, és ebben régen poharakat lehetett csúsztatni. Azok a poharak már eltörtek, úgyhogy már nincsenek itt. Fürdőszoba WC-vel.
kézmosóval. Mert hogy úgy zuhanyzol, hogy ott a WC. Igen, de milyen ízléses, a legjobb minőségű üdőke van rajta. Ja, hát igen, szóval amúgy, hogy alszol? Kézmosóval. Mindjárt eljutunk odáig. Hogy egy kicsit Budapesten érezd magad, és jól érzed, hogy itt igazándiból nem nagyon látsz ablakot, viszont itt az ajtón keresztül némi természetes fény, illetve ott fönt, ahova föl is fogunk menni, ott van még egy kevéske. Van egy galéria. Figyelj, ki lett hozva belőle, amit lehet, de hogy Ámoló, ha jól nem lett túl gondolva. A meleg vízért felel, de lehet, hogy nem. Van némi kis zöld, akivel együtt tudsz élni, ne érezd magad magadatlan. Itt készlet, IKEA-ból mágneses fölpattintod és megvagy. Na hát ez így néz ki. Állítólag egy japán házaspár az rendszeresen jár ide-vissza, amikor Budapesten vannak, egy kis tévé. Igen. Hiányolják, hogy nincsenek ilyen kapszula hotelek. Igen, ő is elejúl. Nincs ilyen? Szerintem nincs. Én akarok egy kapszula hotelt. Csináljunk egy kapszula hotelt, azt csak nem tiltják be. Biztos a kapszula hoteleket idézik. Igen, igen. Na itt van közvetlen szellőzés, ott van egy ventilátor. Nem érk Japánba, ki fogom próbálni a kapszula hotelt. Lehet, egy kicsit klausztrofób élmény amúgy. Én Indiában buszúton próbáltam ki, azért vannak ilyen fekvőhelyek a buszon. Éjszakai busz. És szerencsém volt, mert a két személyesben egyedül voltam. Ja. Kényelmetlenül éreztem volna magam egy idegennel. Csorba Dániel YouTube csatornáján megtaláltad volna ezt. Ja, majd a utómunkába vágjuk oda. Csorba Dániel, most elmondtam. És meg is van hozzá ugye az ingatlan.com-on a hirdetés. Ez nem az. Hát de ez az, csak úgy van, hogy ez nem külön helyrajzi számom van, hanem ez a része egy másik Airbnb-nek, de külön ajtós, azt láthattad, de ott van, léptesd a képeket. Hmm. És van ez a másik Airbnb, és hát itt lesz, aha, itt van. Hmm. De ezt akkor bónuszba hozzáadják? Hát majdnem, ezen a képen ugyanakkorának tűnik, de nem ugyanakkora a kettő. 67 millió. Nem az egész, a 32 négyzetméteresre. Hát oké. Nem érted, csak egy kettő lakást kapsz egy áráért. Igen, ez mondjuk jogos. 2 millió forint per négyzetméter. És azért a nyugatinál egy 30 négyzetméter, és ez nem rossz. Mondjuk, hogy a 2 millió forint per négyzetméter, akkor ez egy 6 milliós lakás, ez nagyon olcsó. Ja, mit akarsz? 6 millióért lakást tudsz még valahol? Mányit vidéken házad. De 3 négyzetmétereset nem. Hát 3 négyzetmétereset biztos nem. Mindegy, amúgy ez tényleg, ez inkább csak egy gag, nyilvánvalóan, tehát nem így áll még a helyzet, hogy 20-30 milliókat kell kifizetni egy 3 négyzetméteres lakásért, azt egy 15-20 négyzetméteresért szokott kelleni Budapesten, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Reméljük, hogy megoldja majd ezt a helyzetet, az, hogy Szentkirály Alexander országosan betiltja az Airbnb. Vagy az, vagy a Kunhalminak a gyorshajtásai. Legalább az egyik. Kormányozni tudnak ezek szerint. Ma is okosabbak lettünk. Kíváncsi vagyok holnap, mire ez az adás, mi már ki tudja, hol áll a Duna. Orbán Viktor feje fölött. De Orbán már nem lesz ott. Szerencsére. Figyeljetek oda, mert még van kopasz csimpánzon. Tudjuk, hogy az idő nagyon hitvány, de az asztronyár termékek azok még mindig van néhány darab, amit kedvezményesen meg tudtok venni. Iratkozzatok fel, Patreon. Ja, Kókusz Pluszon vlog, felvettem az első hetemet, amiben sok, 90%-ában munka van. Meg, hogyha érdekel titeket, hogy mi megy a háttérbe, akkor nézzetek rá. Általában próbáljuk azt, hogy hétfőnként ugye nincs, jól van ez így vágva, úgyhogy hétfőnként jönnek a Kókusz Pluszra mindenféle hülyeségek. Most egy vlog, jövő héten egy kis spiri irányba vagyunk, aztán ki tudja, mit találsz ki. Lesznek jók. És még ugye ott van az IPON kódunk, a Jolvenzi IPON kosárkód, amivel meg tudtok minket támogatni az IPON webáruházában. Nagyjából ennyi. Szóval Orbán Viktor holnap a Duna vízszintje alatt nem lesz ott, mi viszont itt leszünk. És ti itt lesztek.